Tisztelni a múltat, gondolkodni a jelenben, hogy a jövőt építeni lehessen. Ez a gondolat fogalmazódott meg a testületben, amikor elhatározták, hogy Cséri Lajos nevét kapja az iskola. Úgy gondoljuk, hogy kell egy név egy iskolának, és nem csak az, hogy a belvárosban lévő intézmény. Ezért sokáig gondolkodtunk, hogy mi az, ami egy közösségé forrasztatna bennünket itt, hogy Dombóvár szívében közösséget építhessünk. És így jött a fenntartóváltás 2022-ben, amely fenntartóváltás során a Magyarországi Evangélikus Egyház irányítása alá kerültünk. Nem nagy emberek nevét szerettük volna felvenni, valami evangélikus személyhez szerettünk volna kapcsolódni, nem Berzsenyihez feltétlen, nem Kossuthoz és nem Petőfihez, mint a nagy nevek, hanem egy olyan helyi személyiséghez, aki irányt mutathat számunkra a jövőbeni munkához, és akihez mi kapcsolódhatunk. Így jött Cséri Lajosnak a neve és Cséri Lajos munkássága. 1927-től Dombóváron tevékenykedő Cséri Lajos hadhatós tevékenységének köszönhetően országos gyűjtés indult, amelynek végül 1930-ban egy felépített templom lett az eredménye. Itt már elhangzott a műsor során többször, hogy ő nagyon fiatalon 1927-ben került Dombóvárra. 3 év alatt egy nagyon pici gyülekezetből anya gyülekezetét épített, és gyakorlatilag 1,5 év alatt a gyülekezetének otthont adott, templomot tudott építetni Dombóváron. És hogy elhangzott vagy a véletlenek játéka, vagy a sors és a Jóisten iránymutatása, azt a templomot 1930. szeptember 7-én nyitották meg a gyülekezet előtt. És ma itt állunk 2024. szeptember 7-én, pontosan 94 év elteltével, és legnagyobb megtiszteltetésünkre a család hozzájárult, hogy iskolánk a Cséri Lajos nevet vehesse föl. Úgyhogy 2024. szeptember 1-től a korábbi Dombóvári Evangélikus Általános Iskola, mint Dombóvári Cséri Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működik tovább. Reményeink szerint a város és a közösségünk szolgára tudunk lenni ebben a feladatban. Cséri Lajos a család középpontja és meghatározó személyisége volt élete során. 6 unokája volt, egyikük mesélt róla pár szóban az ünnepség után. Hálás szívvel jöttünk a család újra Dombóvárra, ahol gyakorlatilag gyerekkoromban nyarakat töltöttem, nagyszülőknél megtanultam imádkozni, az esti és reggeli imát, az ebéd körüli imát, ahol mindig összejött a család karácsonykor és húsvétkor, és nekem Cséri Lajos a nagypapa, aki mindig mosolyogva, szelíd, szeretettel fogadott bennünket. Életútját végig kísérve és ismerve mindenki számára jó példa és iránymutató lehet a jövőre tekintve munkássága. Végülis tovább viszik itt gyerekneveléssel a tisztesség, a becsület és hát Isten erejével való életeket. A névadó ünnepség keretében az ünnepi műsort megelőzően a Dombóvári Evangélikus Templomban Isten tiszteletet is tartottak.